Karácsonyi menüjavaslat, nem maradnak elesség nélkül a madarak, karácsonyi ajándék, karácsony Koncz Tibor családjánál. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. december 22-én 18 óra 5 perckor. Deák Ferencnével arról beszélgettünk, milyen húsból mit készítsünk a karácsonyi ünnepi asztalra. A klasszikus gyöngyi húsleveshez répán, az ellertől akár karfiol, kelbimbó is kerülhet, mindez családfüggő. Nem nagyon tér el a hagyományos tyúkhúslevestől a készítése sem. A gyöngyihez tulajdonképpen ugyanúgy főzzük, mint ahogyan a tyúkot, azok a kellékek kellenek hozzá. Ugyanúgy a répántól, az ellertől, ki mit szeret, van, aki ugye belerakja akár a karfiolt, a kelbimbolt, családok, hogy ízesítenek egy jó húslevest. Tehát az nem nagyon tér el, attól függetlenül, hogy egy kicsikét vadabb íze van, ugye vad szárnyasnak minősül, mint ahogyan a tyúk. Viszont nagyon megoszlanak már most a leves készítések, azért a fiatalokra és ugye a családokra való tekintettel egyre előtérbe kerülnek inkább a ragúlevesek is. És ugye azt is készíthetjük akár egy pulykából, pulykamellből, pulykamedalionból, csirkemellfiléből, van, aki csirke felső combból, és ugye mindenki maga szája szerint ízesíti, hogy azokba mit rak hozzá. Az orjaleves sem lehet megunni, ennek az a titka, hogy disznóvágáshoz minél hamarabb készítsük el, akkor finom, a friss a hozzávaló. Van a klasszikus orjaleves, azt talán nem is nagyon lehet megunni, és nagyon el sem rontani. Arra viszont nagyon-nagyon szoktunk figyelni, hogy egy orjaleves az mindig akkor a legfinomabb, amikor hízóvágás van. Tehát minél frissebben van egy sertés vágva, annak az, tehát minél közelebb vagyunk az ünnephez, és hogyha valaki orjaleves szeretne főzni, akkor minél frissebb legyen az orjacsont, annál ízesebb. Annak az a titka. A disznótoroshoz a törburgonyát ajánlja, de a saját receptjüket is megtudtuk, ez szerint a burgonyát felszeleteljük és alárakjuk a disznótorosnak. Kikenjük a tepsis zsírral, rárakjuk a burgonyát, a disznótorost, és ahogy rásül a korbász a burgonyára, annál finomabb lesz. Párolt káposzta vagy savanyúság illik hozzá. A disznótoroshoz nagyon, de nagyon szeretik vagy a törburgonyát, viszont ami a mi saját receptúránk, és úgy látom, hogy kedvelt a vásárlóink körébe is, hogy mi a burgonyát felszeleteljük, és alárakjuk a disznótoros alá. Ugye először kikenjük zsírral, rárakjuk szépen a burgonyát, és rárakjuk a disznótorost. Na most, ahogy ez szépen összesül, ugye a kolbász zsír rásül, ott minél finomabb lesz. A hurkának is ott van a szaftja, a zsírja, és annál finomabb lesz. És ehhez már csak egy jó párolt káposzta, vagy éppen egy nagyon jó savanyúság illik, és megvan így együtt. A sültekhez nem árt rövid karajból szűzpecsenyét gesztenyével, áfonyával betölteni, de kedvelt kolbásszal töltve is. Előtte 2-3 nappal be kell pácolni a hús, hogy finomabb legyen. A hagyományos sültek azért, hogyha ünnepre készülünk, nem árt, ha egy picikét töltöttek a húsig. Az akár legyen rövid karajból, akár a szűzpecsenyét, mikor töltjük, akár gesztenyével, akár áfonyával, éppen, tehát lehet nagyon sok minden félével. Ami nagyon kedvelt, az viszont a kolbásszal töltött szőzpecsenye és a karaj, és ugye azt lehet akár beborítani, hogyha véletlenül kap valaki cseplezt, vagy éppen ízesíti egy kis szalonnával, különböző féleképpen. Viszont ezeket a töltött húsokat, én mindig szokták mondani, hogy nem elég sós a húsnak a tartalma. Én mindig azt mondtam, hogy először be kell pácolni a húsit, legalább 1-2-3 napra, ugyanis a benne lévő töltelék, az nem fog benne megromlani. Majd nagyon sokan szeretik például a dagadót tölteni, az is egy nagyon, de nagyon finom ünnepi étek, de azok inkább terelődnek majd át szilveszterre. Töltött csirkét májjal, darált hússal vagy petrezselymes főtt tojással átitatott zsemlével is finoman töltve.
Törzölt csirkéhez azt javaslom, hogy nekünk van, szoktunk kapni ugye nagyon finom tanyosi csirkét, és annak megvan minden része. Akár egy kis csirkemájjal készíteni egy kis tölteléket, vagy éppen egy kis pulykamájjal, vagy van, aki például darált húsival szereti kombinálni. Hát a klasszikus, megszokott otthoni ízek, ugye a petrezselyem, a főtt tojás, az áztatott zsemle, ezek nem maradhatnak ki, az is nagyon, de nagyon finom. Hallottunk tavaly olyat, hogy nem pulykát töltöttek, hanem csirkét. Szereti a család, igen, és az az ünnepi vacsora, szenteste. A kevésbé kalóriadús menühöz a csirke és pulyka, mert sajttal, sonkával, tojással is tölthetjük, és ne panírozzuk, csak natúran süssük ki. A csirkét és a pulyka mellett javaslom tölteni, és ugye mindenki az ízlése szerint töltheti akár sajttal, ugye vannak már mérsékelten zsíros olyan sajtok, vagy éppen, de mondjuk tojással is, sonkával, bármivel tölthetik, viszont azokat nem panírozzuk akkor, hanem csak natúron szépen, ahogy meg vannak töltve, akkor natúron sütjük. Lehet finom készítményeket készíteni. Emellett népszerűbbek még a falatkák is, ehhez is megvannak minden hozzávalók a boltban. A Zöldfa úti óvodában Andrássy Tiborné óvodapedagógussal a Kóborló Mozorgó Tehetséggondozó csoportról beszélgettünk. A természeti tehetséggondozó műhelybe azok a gyerekek járnak, akik fokozottabban érdeklődnek a természet iránt. A természeti tehetséggondozó műhelybe azok a gyerekek járnak, akik fokozottabban érdeklődnek a természet iránt, illetve az éves programomat úgy állítottam össze, hogy amit a természetben megtapasztalunk, azt mozgásos játékokon keresztül is tovább játsszuk a gyerekekkel, így sokoldalú tapasztalatot szereznek a természetről. Decemberben is fontos a természet megfigyelése, a madárgondozás. A madarakkal minden évszakban különböző tevékenységek során ismerkednek, megfigyelik és gondozzák őket. Az óvoda kis kertjében napraforgót termesztenek, amit télen az etetésnél használnak, de a szülők is támogatják ebben őket. Nagyon fontos a természet megfigyelése, a madárgondozás. A tehetségműhelyemben nagyon sokat foglalkozunk a madarakkal, minden évszakban különböző tevékenységeket folytatunk a madarak védelmével és a gondozásával kapcsolatban. Minden évszak nagyon sok lehetőséget nyújt számunkra. Az óvodánk udvara meg kifejezetten alkalmas erre, hiszen nagyon sok fa, bokor, cserje van, amely táplálkozó és búvóhelyet biztosít számukra. Ezzel a lehetőséggel mi élni is szoktunk. Mind a csoporton belül, minden korosztály számára, illetve a tehetséggondozó műhelyben. Megismertetem a gyerekekkel, hogy tavasszal milyen formában tudunk gondoskodni a madarakról. Mint említettük, a kertfejlesztés volt az óvodában, és a nyár folyamán, tavasz folyamán az itatók mellett fészeképítő anyagokat helyeztünk ki, illetve sarazóhelyet a fecskéknek. Ezzel is a madárvédelmi programot megvalósítjuk a madaraknál. Ősszel ugye a vonuló madarakat figyeljük meg, illetve már akkor az aduk takarítása, az etetők tisztogatása, előkészítése valósul meg, illetve betakarítjuk a magokat, hiszen az óvodában, a kiskertünkben napraforgót termesztettünk, amit télen majd föl fogunk használni az etetésnél, és a szülők is támogatnak ebbe bennünket. A napokban elkezdtük a madarakat etetni, most gyakoroljuk be a gyerekekkel azt, hogy melyik madár milyen ereséget fogyaszt el. Nagy öröm számunkra, hogy rengeteg madárfaj található az óvoda udvarán, a napokban figyeltük meg éppen a szajkót, éppen ezért tudjuk, hogy most már olyan ereséget is ki kell tennünk, amit a szajkó is kedvel, illetve a fakopáncs, ezért a csonthelyes gyümölcsöket is kitesszük, a diót és a mogyorót, azonban a legtöbb az apró kis énekes madarunk, számukra napraforgót, kendermagot, apró magvakat, olajos magokat helyezzünk ki, és nem feledkezünk meg arról, hogy nagyon fontos a madarak itatása. A gyerekek játékos tevékenységeken keresztül megtanulják elsajátítani, és így beépül a személyiségükbe a madarak iránti szeretet, gondoskodás, felelősségérzet. Amit a gyerekek elsajátítanak, hogy a madarakról, hogyha gondoskodunk, akkor azt folyamatosan kell tennünk, felelősséggel tartozunk értük, hiszen hogyha nem tesszük, elpusztulhatnak. Ezt ugye a gyerekek játékos tevékenységeken keresztül folyamatosan végzik velünk együtt, így ezt megtanulják, elsajátítják, és én úgy gondolom, hogy ez beépül a személyiségükbe. Tehát a madarak iránti szeretet,
faismeretük, a gondoskodás, a felelősség, ez mind nagyon fontos. Ami nagyon örvendetes, hogy a családokban is egyre többet tapasztaljuk, hogy fontossá vált a madárgondozás. Találnának nálunk a madarak eleséget, de úgy gondoljuk, hogy ezek az állatok annyira kedvesek, hogy a gyerekeket megfogja, és a legfontosabb az érzékenyítés, mert amit megszeretnek, azt utána képesek lesznek óvni, védeni. A tehetségműhely a természetben megtapasztaltak változatos tevékenység során feldolgozzák, így újabb ismereteket, készségeket, képességeket fejlesztenek ki a gyerekeknél az életkori sajátosságoknak megfelelően, mindez játékos formában. Nagyon fontosnak tartom, hogy a természetben megtapasztalják, amit megtapasztalunk, azt változatos tevékenységek során feldolgozzuk, hogy újabb ismereteket, készségeket, képességeket fejleszünk, gazdagodjon az ismeretük. És ugye az életkori sajátosságuk megkívánja azt, hogy mindent játékosan, játékos tevékenységeken keresztül, társas játékban, manipulációs játékokban, logikai játékokban, mindenhol megjelenik, és így be is épül a kis személyiségükbe. Karácsonyi ajándékkal lepte meg a megyei kormány megbízott a karcagi mentősöket. A Jász-Nagykun Szolnok megyei kormányhivatal munkatársai minden évben jótékonykodnak, advent kapcsán idén a rászoruló megyei családok számára gyűjtöttek, és átadott adományok mellett a befolyt hivatali dolgozói pénzadományokból egy ózongenerátort vásároltak és adtak át a karcagi mentőállomás dolgozóinak. Az ajándékot dr. Berkó Attila kormány megbízott, és Hodos Julianna, a karcagi járási hivatal vezető adta át Jenei Zoltánnak, a mentőállomás vezetőjének. A mai napon egy ózongenerátort hoztunk a mentőállomás dolgozóinak, amely azt gondoljuk, hogy ebben az időszakban ez nagy segítség lesz abban, hogy minél jobban tudja végezni mentőállomás minden dolgozója a pandémia időszak alatti védekezés. Nyilván eddig is folyt, de nyilván fokozatosan próbálunk ezen segíteni, javítani. Ez az adomány, ez a kormányhivatali dolgozók adományaiból jött össze, hiszen évek óta már élünk ezzel a nemes gesztusra, hogy így év végén gyűjtünk, és természetesen a tartós élelmiszerek mellett pénzadomány is lehetőség áll, és olyan szép mennyiségű pénzadomány jött össze az adakozók jó szándékából, akaratából adódóan, hogy most már évek óta visszamenőre tudunk vásárolni valamilyen olyan használati eszközt, amely bizonyos szervezetek számára hasznos, és így esett választás a karcagi mentőállomásra és erre az ózongenerátorra. Kiemelten kezeljük a mentőállomásokat, tehát az elmúlt évben a Szolnok vonatkozásában adtunk át egy bútorbeszerzéshez használatos vásárlási utalványt, tehát összességében azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván nem a pandémia választotta ki velünk a mentőszolgálatoknak a működését, hiszen ők évek óta megfeszített munkát végeznek, évtizedek óta, hogy így mondjam. De hát ebben az évben pedig kiemelten jelentősen kell figyelnünk rájuk, hiszen nagyon sokunk élete és egészsége múlik rajtuk. A karcagi mentősök munkájáért F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője is köszönetet mondott. Vannak-e jellegzetes sütemények, szokások, amit magukkal hoztak Karcagra, és hol tart az ajándékok beszerzésével? Kérdeztük Koncz Tibor Esperestől. Kiderült, felesége már, ami szükséges volt, beszerezte. A töltött káposzta esetében két tájegység és irányzat vetélkedik. Egyik a borsodi, ami savanyított káposztából készül, a másik a nyírségi, a paradicsomos. Mellette a két nagyfiú kedvéért sült húsok is lesznek. Nálunk mindig a halászlé a kiindulási pont, és erre már, amit szükséges volt, megszereztünk. Ezt követően pedig a töltött káposzta. Itt két tájegység és két irányzat vetélkedik egymással. Az egyik a borsodi irányzat, ez egy savanyított káposztából készülő töltött káposzta, nagyon szeretjük. A másik pedig az én szatmári nyírségi irányzatom, ez a paradicsomos töltött káposzta, azt is nagyon szeretjük. Ezen kívül természetesen a sült húsok mennek, tekintettel arra, hogyha a Jóisten megsegít bennünket, akkor a két fiunk haza tud jönni, és mivel két felnőtt emberről van szó, ennek megfelelően egyrészt a mennyiséget és a variációs lehetőséget is figyelembe kell venni, tehát valóban
egy nagy közös ebédekre készülünk. Sütemény ilyenkor a hagyományos beigli? Igen, ebben az én drága anyósom egy nagyon nagy művész, és van egy nagyon jó szokása, hogy nem spórolja ki belőle a cukrot. Ez azért jó, mert így egyedül én eszem. Mert nálunk a családban cukros dolgot rajtam kívül senki nem eszik. Úgyhogy egy csodálatos várom is, csodálatos mákos és diós beiglé kompozíciót készít az én kedves anyósom. Magam részéről pedig, amit el szoktam ejteni, hát ha halló fülekre találok, ez pedig valamilyen diós torta. Egyébként az ajándékozás jelképes szokott lenni, vagy személyre szabott, tehát itt mennyire tartják még, hiszen mondta ön is, hogy már a fiúk is nagyok. Igen, semmiképpen nem jelképes, tehát mi hiszünk abban, hogy olyat kell adni, ami hasznos, egyfelől azért, mert így biztosan nem kerül sehová a szekrény mélyére, másrészt pedig emlékeztet ránk. Ehhez viszont nyilván tudni kell, hogy kinek adjuk, tehát mi ismerjük a családtagjainknak az életritmusát, életvitelét, hogy kinek mire van igazából most ebben az időszakban szüksége. Tekintettel arra, hogy több születésnap is erre, meg névnap erre az időszakra esik nálunk, ezért nehéz helyzetben vagyunk, de az előnyére fordítottuk a dolgot, inkább jelentősebbet, egyet. És akkor így megoldódik, hogy a névnap, születésnap föloldása a karácsonnyal, ez így együtt összeszokott nálunk szépen sikeredni. A fenyőfa díszítésre külön bizottság van náluk. Felesége és kisebbek fia ennek a szakértői. Konc Tibornak csak a fát kell előkészíteni, majd a díszítés után takarítania, elpakolnia. Nálunk egy speciális helyzet van, mert egy fenyőfa díszítő bizottságot hoztunk létre. Ez azt jelenti, hogy a feleségem és a kisebbik fiam, ők ketten. Ennek a nagy szakértői, rám annyi teher nehezedik, hogy elő kell vennem, elő kell készítenem, és utána pedig majd takarítani, és el kell pakolni. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!